Ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Július 29-e van, Márta névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, röviden. Emlékünnepséget szerveztek az Aracsi puszta templomnál. Az év eleje óta 257-en haltak meg közlekedési balesetben Szerbiában. Szándékosan mérgezhetik a házi kedvenceket Szabadkán. Egy gyermek is életét vesztette egy dél-libanoni támadásban. Emlékünnepség volt vasárnap késő délután az Aracsi puszta templomnál. A szakrális emlékhelyen szentmisével és alkalmi műsorral ünnepelt a vajdasági magyarság. A tervek szerint a rom templom egy örökség alapú fejlesztésre méltó szakrális hely lesz. Mellár József törökbecsei esperes plébános által szolgáltatott szentmisével kezdődött és rövid alkalmi műsorral folytatódott az Aracsi emlékünnepség. Dudás József nem először vesz részt az ünnepségen. Ez a megmaradásunknak a szimbóluma, eljövünk minden évben. Van itt több rendezvény is, nem csak ez. Meg aztán még külön kiránduló hely is, akkor itt olyan jó érezzük magunkat. Mester Pál és a felesége óbecséről érkeztek az eseményre. Na most is eljöttünk az véget, hogy hát kíváncsi vagyunk, mert mondták, hogy tatarozták, hogy mikor jobban fölvették, jönnek ide politikusok is, ismerősök is sokan, és akkor azért jöttünk, meg hát kereszténységünk, ez a múltunk, ez a jövünk. És akkor hát mi is úgy tartsuk, hogy keresztények vagyunk. A vajdasági magyarság legfontosabb szakrális emlékhelyének a napját a Magyar Nemzeti Tanács és a Tordai Torontál Torda Alapítvány szervezte. Különösen a bánsági magyarság számára nagyon sokat jelent nekünk, hogy ide legalább egy évben eljöjjünk és emlékezzünk arra, hogy igenis ez a templom már nagyon régóta itt van, a magyarságunkra emlékeztet, itt még Szent István korában épült. Ezért is volt fontos annak idején, hogy a Tordai Aracsi Társaság magára vállalta ennek az emléknek a megszervezését, amely által tehát ismerté lett nem csak itt a környéken, az egész világon ez az aracsi puszta templom. Néhány év kihagyás után tavaly a Magyar Nemzeti Tanács felkért bennünket, most nem az Aracsi Társaságot, mert időközben megszűnt, hanem a Torontál Torda Alapítványt, hogy legyünk társszervezői. Mi nagyon szívesen vállaltuk ezt a feladatot, hisz a mi részünkre, mi számunkra, mint mondtam is, tehát ez sokat jelent, emlékeztet bennünket arra, hogy itt voltunk, itt vagyunk, és remélem nagyon sokáig itt leszünk, és sokáig fogjuk még az emléknapot közösen megünnepelni. Ünnepi beszédet dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondott, aki a rom templom múltja mellett annak a jövőjéről is beszélt. Évekkel ezelőtt elhatároztuk azt, hogy az örökség alapú fejlesztés módszerével megmentjük az Aracsi puszta templomot. Erre Magyarország már komoly eszközöket is kiválasztott a költségvetéséből, amelyből megállapítást nyert az, hogy milyen módszert annal, milyen tervek szerint valósítható ez meg. Ehhez szükség van magyarországi és a szerbiai állami szerveknek az együttműködésére, és természetesen az örökség alapú fejlesztés nem azt jelenti, hogy helyreállítjuk az Aracsi puszta templomot, hanem azt jelenti, hogy konzerváljuk, és azt jelenti, hogy egy méltó szakrális emlékhelyé tesszük, ami megközelíthető, ahol áram van, ahol a vajdasági magyarok, meg a velünk együtt élők, meg az ide látogató turisták tájékozódhatnak arról, hogy itt bizony a 13. században egy ilyen komoly kolostor és hát egy kis város működött, ami az első számú szakrális emlékhelye a vajdasági magyarságnak ma is. A műsorban fellépett Hajvert Ákos versmondó és az Óbecsei Schola Cantorum énekkar.
Meghosszabbították az őrizetét annak a 38 éves szabadkai férfinak, akit azzal gyanúsítanak, hogy 3 éve egy lapáttal meggyilkolta apját. Sajtóértesülések szerint a fogvatartás augusztus 9-éig tarthat. J.M.-et minősített emberöléssel vádolják. Őrizetbe vételét a tanúk befolyásolásának veszélye, a bűncselekmény megismétlődésének veszélye, és a nyilvánosságban nyugtalanságot keltett elkövetési mód miatt rendelték el. Mint azt az elfogáskor a rendőrség közölte, a gyanú szerint 3 éve egy szóbeli konfliktus után a gyanúsított egy lapáttal megölte az apját. A szabadkai felsőbb ügyészség végzésével a rendőrség házkutatást tartott J.M. házában és egyéb helyiségeiben. A holttestet egy mellékhelyiségben találták meg. A házi állatok elpusztulásakor több esetben is emberi kézmunkája lehet a háttérben. Szabadkán a szerb soron figyeltek meg a lakosok szándékos mérgezésre utaló jeleket. Az állatorvosok és az állatvédők a felelős állattartás fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet a házi kedvenceink védelme érdekében. A szabadkai lakosok a közösségi média egyik csoportjában igyekeztek felhívni mások figyelmét, hogy a szerb soron elpusztult háziállatok feltehetően mérgezés áldozatai lettek. A legtöbb ember számára szinte felfoghatatlan, hogy miként fogalmazódhat meg valakiben az a gondolat, hogy ártani akar mások háziállatainak. Az ilyen esetek azonban gyakoribbak, mint gondolnánk. Hogy mi is, mint ugye állattartók, azért legyünk felelősek. Tehát, hogy ne kerüljünk olyan szituációba, hogy valakinek a dühét, illetve a mérgét kiváltsuk avval, hogy nem felelősen tartjuk az állatot. Tehát, hogyha az udvarunkban van például kutya, aki zavarja a szomszédokat, zavarja a környéket az ugatással, vagy azért, mert láncon van tartva, nem az a megoldás, hogy a szomszéd félelmébe vagy dühében ugye átdobja a mérget. Tehát azért nekünk is oda kell figyelnünk, hogy ennek az állatnak megvannak-e a minimális, illetve a kedvező feltételei ahhoz, hogy ő ne szenvedjen. Fokozott figyelmet kell fordítani az állatainkra a közterületeken is, és meg kell tanítani őket, hogy ne egyenek meg bármit, mivel a legváratlanabb helyzetekben is találkozhatnak kártékony táplálékkal. A mérgezés tünetei lehetnek többek között intenzív nyálzás, eszméletvesztés, szédelgés, hányás. Ilyen jellegű mérgezésre gyanút keltő tünetekkel találkoznak, akkor mindenféleképpen forduljanak állatorvoshoz. Hogyha esetleg találnak ilyen csalit, vagy esetleg látják, ahogy ezt az állat elfogyasztja, és ez gyanús, hát akkor még akár a tünetek kialakulása előtt is célszerű mondjuk kutyánál egy hánytatás, ami házi körülmények között is relatív egyszerűen elvégezhető, tehát egy 3%-os hidrogén oldat, ami szinte minden háztartásban megtalálható, ezzel meg kell itatni a kutyát, és akkor rövid időn belül vissza fogja öklendezni, ki fogja hányni ezt az anyagot, vagy legalábbis a jelentős részét. Ebben az esetben, amennyiben mérgezésre gyanakszunk, a hánytatás után az állattal együtt a hányás maradványait is érdemes elvinni az állatorvoshoz, mivel ők abból is következtetéseket vonhatnak le, hogy milyen irányba érdemes megkezdeni a kezelést, tette hozzá az állatorvos. Az év eleje óta 257-en haltak meg közlekedési balesetben Szerbiában, közölte Branko Stamatović. A közlekedésbiztonsági ügynökség megbízott igazgatója kiemelte, hogy a közlekedési balesetek leggyakoribb oka a gyorshajtás, és óvatosságra intett a hosszú utazások során. Elmondta, hogy egy hónap alatt több mint 2 millió tranzit jármű haladt át Szerbián, az előző 10 napon pedig csaknem 4 millió utas tartózkodott a határ átkelő helyeken. Az utak forgalmasak, ezt figyelembe kell venni az utazás megtervezésekor, hangsúlyozta. Arra kért minden utazót, hogy vegyék figyelembe a határ átkelő helyeken eltöltött időt, és ne gyors hajtással próbálják pótolni a határon való várakozás idejét, mert ezzel veszélyeztetik maguk és mások életét. Július eleje óta egyébként 44-en haltak meg közlekedési balesetben, ami jelentős növekedés a tavalyi számhoz képest, amikor 10-zel kevesebb volt a halálos áldozatok száma.
Egy izraeli dróntámadásban a dél-libanoni Sakra város közelében ma reggel ketten meghaltak, hárman pedig megsebesültek. Köztük egy gyerek, jelentette be a libanoni polgári védelem. A mentőszolgálat nem részletezte, hogy katonák vagy civilek haltak-e meg. Ez volt az első izraeli támadás Libanon ellen, amely áldozatokat követelt a szombati, a Golán-fennsíkon végrehajtott rakétatámadás óta, amelyben legalább 12 gyermek és tinédzser halt meg. Gázában sincs nyugalom, izraeli harci repülőgépek és drónok több mint 35 célpontot találtak el a gázai övezetben a tegnapi nap folyamán, köztük számos terroristát a palesztin enklávé déli részén fekvő Khan Yunisban és Rafahban, fogalmaztak az izraeli hadsereg képviselői. A közlemény szerint az eltalált célpontok között fegyveres terrorista sejtek, terrorista csoportok által használt épületek és egyéb infrastruktúra is voltak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Novák Djokovic két szettben legyőzte Rafael Nadalt az olimpián. Vereséget szenvedett idegenben a TSC. Főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal, hálaadón szentmisével, művelődési műsorral és nagy koncerttel ünnepeltek tegnap falunapot Magyar Csernyén. Amint egy 800 lelket számláló magyar többségű bánáti településnek ez a legnagyobb évi rendezvénye, amely összehozza a helybélieket és hazahívja az elszármazottakat. Az egésznapos rendezvény ezúttal is a Roham labdarúgó klub pályáján zajlott. A disznópörkölt főző versenyen 18 csapat mérte össze a tudását. Közben a tűzoltók gondoskodtak arról, hogy a nagy hőség elviselhetőbb legyen, amit elsősorban a gyerekek élveztek. Egy délelőtti programunk nagyon tömeges volt, ahol mindenki élvezte, tehát a kicsiktől, legkisebbektől egészen a legidősebb korosztályig, tehát ahogy mondtam, elszármazottak is vannak itten elég szép számban, helyiek is megjelentek itten nagyon szép számban, ugyanúgy vannak itt a környékbeli településekről is képviselők, tehát emberek, és mindenki jól érezte magát itten ez a mai délelőtt folyamán. És reméljük, hogy ez a program következő részében is ugyanígy fog, ilyen tömeges fog lenni. A csernyei Korom Andrea másfél éve Írországban él a párjával, jól érzik magukat a tengerpart mellett. Mint mondja, most nagyon jó kint, de évente többször is hazajárnak. Itthon lenni, mikor teli van a szívem, mikor még az utcán ismerök mindenkit, mindenkinek tudok köszönni. Hát hazajárni, hogy évente háromszor tudok. Ha tudok, akkor megpróbálom négyszer, de háromszor inkább. De viszont amikor tudok, akkor ha tudok 10 napra, 12 napra, ahogy engedi a munkahelyem. A nagyszénásiakat és a magyar csernyeieket immár több mint 5 évtizedes testvértelepülési kapcsolat fűzi össze. Baráti kapcsolatok jöttek létre, amelyeket mind a mai napig ápolnak. Az idei esztendőben egy 3 fős delegáció érkezett Nagyszénásról. Ennek a kapcsolatnak az az alapja, hogy valamikor elődeink mindnyájan a történelmi Magyarország lakosai, polgárai voltak, és azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mindnyájan magyar földön élünk, ugyanúgy a magyar csernyeiek és ugyanúgy a színásaik is. A kultúrműsorban énekesek és citerások léptek fel, az est fénypontja pedig Zoltán Erika magyarországi énekes teltházas koncertje volt, amelyre a környező településekről, sőt Vajdaság távolabbi részeiről is érkeztek nézők. A monogram rajzolás és a hímzés rejtelmeiben nyertek betekintést a júliusi hímzőiskolában az érdeklődők Magyar Kanizsán, az Ozorai Árpád Művelődési Egyesület szervezésében. Különböző technikákat tanulhattak és sajátíthattak el a résztvevők. A hónap témája a monogram rajzolás és hímzés volt. A foglalkozásokon különböző öltéstechnikával készült monogramokkal lehetett ismerkedni, kipróbálni azokat. Én készítettem olyan hímzést, ami rá van írva, hogy anyu. Úgyhogy az nekem egy kicsit nehezen megy, mert kezdő vagyok, de meg majd megtanulom. Júliusban összesen 3 alkalommal rendezték meg a foglalkozásokat, ahol előadásokon is részt vehettek az érdeklődők. Itt elkezdtük az iniciálét, megrajzoltuk, meg ki is vartuk. Tulajdonképpen ez volt egyik feladat, hogy különböző ilyen
folyóiratokból, meg innen-onnan kiszedtük az iniciálékat, és akkor mindenki a sajátját megtalálva beletette a saját hímzésének az egyik sarkába. A kis létszámú foglalkozások elsősorban a fiataloknak és a kezdőknek szóltak. Ám ahogy Szurap Ágnes a szakkörvezetője mondja, kevesen érdeklődnek a hímzés iránt, talán a hosszú és időigényes munkafolyamat miatt. Régen ugye nagyon nagy hagyománya volt a monogram hímzésnek, még egyáltalán szöveghímzésnek is, mert a lányok a hozományokat azt mind megjelölték, vagy teljes névvel, vagy monogrammal. Most ez úgy valahogy kiment divatból, mert ugye hát már hozomány sincs. De mondjuk rá valakinek ajándékot készíteni, egy kis figyelmesség, hogyha beleírod a nevet, vagy az ő nevét, vagy fiatalok most sapkára valamit rá, kezdőbetűket ráírni. Októbertől újra minden hónapban megrendezik a hímzőiskolát, az egyesület munkáját és a foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Tanács és Magyar Kanizsa Község önkormányzata támogatja. Novák Djokovic két szettben legyőzte Rafael Nadalt az olimpián, a szerb teniszező 6-1-6-4-re verte meg a spanyolt férfi egyesben a párizsi olimpia második fordulójában. Ez volt a két legendás teniszező 60. egymás elleni mérkőzése. Djokovic a következő körben a Matteo Arnaldi-Dominik Köpfer mérkőzés győztesével találkozik. Zorana Arunovic és Damir Mikec szerb sportlövők bejutottak a 10 méteres légpisztoly vegyes páros döntőjébe, így már biztos, hogy megszerzik Szerbia első érmét a párizsi olimpián. Szerbia képviselői kedden egy török párossal küzdenek meg az aranyéremért. Arunovic és Mikec 581 körrel a második helyen zárta a kvalifikációt, mindössze egy körrel kevesebbet értek el, mint az első helyezett török versenyzők, akik megdöntötték az olimpiai kvalifikációs rekordot. A selejtezőben 17 páros indult. A legjobb kettő biztosította a döntőbe jutást, a harmadik és a negyedik pedig a bronzéremért vív majd párharcot. A döntőt kedden valamivel 9 óra 30 perc után rendezik meg. Sárkány Zalán megdöntötte egyéni csúcsát 800 méteres gyors úszásban a párizsi olimpia úszóversenyén, a döntőbe jutáshoz azonban ez is kevés volt. A 20 éves úszó élete első olimpiai szereplésén egyéni legjobbját megjavítva 7 perc 48,90 perces idővel a harmadik helyen ért célba, így összesítésben 14. lett. Bár a továbbjutás most elmaradt, szombaton még izgulhatunk a sportolóért, mivel a számára legfontosabb számban 1500 méteren még megméretteti magát. Vereséget szenvedett idegenben a TSC a szerb labdarúgó szuperliga második fordulójában. A meccset Leskovácon játszották, ahol nagy meglepetésre a kevésbé esélyes Nisi Radnicki tegnap este minimális 1-0-ás vereséget mért a topolyai gárdára. A mérkőzés egyetlen gólját Andreas Stojanovic szerezte az 52. percben. A TSC a 85. perctől ember hátrányba került, Milan Radin piros lapot kapott. A Radnicskinak és a TSC-nek is 3-3 pontja van a szerb szuperliga két fordulója után. A tabellát a belgrádi Partizán vezeti 6 ponttal, a topolyaiak a 8., a nisiek a 9. helyen állnak. Minimális vereségről van szó, értékelte a mérkőzés végeredményét Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója. Szerintem lejátszottunk egy fenomenális első 15-20 percet, amikor ezt a mérkőzést ezt nekünk kellett volna hoznunk, tehát el kellett volna döntenünk a javunkra. Sajnos ez nem történt meg, és ahogy múlt az idő, ahelyett, hogy látva azt, hogy jobb csapat vagyunk, hogy türelmes játékkal akár el tudtuk volna érni azt az eredményt, ami nekünk szükséges lett volna. Mi belementünk egy hát úgy mondom, lefölfutásba, tehát elkezdtünk fejetlenül menni, az helyett, hogy türelmesen megvártuk volna az ellenfél csapatát.
Kétnapos nemzetközi foci torna zajlik Topolyán. A TSC kupán az ukrajnai munkács, a Felcsúti Puskás Akadémia, az újvidéki Vojvodina, a budapesti Ferencváros, a horvátországi Eszék, a romániai Csíkszereda, a dunaszerdahelyi Dac és a házigazda topolyai TSC lép pályára. Lázasan melegítettek a csapatok az első összecsapásokra, 10 órakor pedig megszólalt a síp és elkezdődött a meccs. Az ukrajnai munkács fiataljai a Felcsúti Puskás Akadémia labdarúgóival rúgták a bőrt. Utóbbi csapat 2 hetet készült a topolyai összecsapásra. Most abban bíznak, hogy sikerül megismételniük a tavalyi szereplésüket, és újra elsők lesznek. Nagyon jó a közösségünk, és hogy minden pozícióra van több jó játékosunk, és ezért nagyon jó ebbe a csapatba lenni, mert nagyon nagy a versenyszellem, és hogy mindenkinek harcolni kell azért, hogy játszon ebbe a csapatba. Párhuzamosan egy másik pályán a horvátországi Eszék és a topolyai TSC focistái játszottak. A mai meccsre ugye úgy készültünk mindig az összes meccsre, hiszen ez egy nagyon fontos meccs, ugye mindenki bele fogja adni mindent ebbe meccsbe, hiszen az első meccsünk ugye a tornán, és az Eszéken fogunk pályára lépni. A TSC kupa minden évben hatalmas népszerűségnek örvend. A hazai csapatok mellett Horvátországból, Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából és Magyarországról érkeztek együttesek. Nagyon rangos nemzetközi torna, minden évben rendezzük az U15-ös tornát, és ez egy kétnapos torna, ma a gyerekek 3 mérkőzést fognak játszani, illetve holnap játsszák a helyosztókat. A csapatok 2x20 percet voltak a TSC labdarúgó akadémia pályáin, a keddi napon pedig 2x30 percük lesz arra, hogy bizonyítsanak. Cselgáncs tábor tartanak Tótfaluban, összesen 80 gyermek vesz részt a programban. Az esemény célja, hogy a gyerekek felkészülten várják a szeptemberben meginduló versenyeket. Elsőként a legkisebbek lépnek szőnyegre, ahol közel egy órán át gyakorolják az alapokat délelőtt és délután. A fiatalok többsége heti rendszerességgel jár edzésre. A tábor pedig egy lehetőség, hogy fejlődjenek, ismerkedjenek. Úgy néz ki egy nap, felkelünk, és azt felöltözünk, lesz reggel egy kis torna, nagyobbaknak futnak, és utána hát van egy ilyen szabad időnk, meg ebédelünk. Esünk, bukvencezünk, és gyakorlatokat csinálunk. Miért szereted a judót? Azért, mert itt elősebbek leszünk. A kicsiket követően a nagyok melegítenek be, hiszen ők közel 1,5 órán át edzenek. 5 éve judózom. Judót azt nagyon szeretem, mert fitten tart, és egyben egy agyisport is. És ezt a tábort nagyon szeretem, mert ez már a másik táborom itt, és nagyon jól megedzted. A táborba a helyi egyesület tagjai mellett Szerbkeresztúrról, Csantavérről és Erdélyből is érkeztek. Itt a sportolók technikákat sajátíthatnak el 8 edző közreműködésével. Próbáljuk a gyerekeket rávezetni a dobásoknak, a kombinációknak a technikájára, begyakorlására, valamint az erőnlétet is fokozni tulajdonképpen, mi a szeptemberben indul a szezon. A tábort a Cselgáncs szekció megalakulása után szervezik meg, így már 5. éve, hogy a gyerekek többek között itt tudnak felkészülni a versenyekre. A híradó végén nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Emlékünnepséget szerveztek az Aracsi puszta templomnál. Az év eleje óta 257-en haltak meg közlekedési balesetben Szerbiában. Szándékosan mérgezhetik a házi kedvenceket Szabadkán. Egy gyermek is életét vesztette egy dél-libanoni támadásban.
Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Legyen szép estejük, viszontlátásra!